Hello, szia, ha ide tévedtél, akkor bizonyára érdekel a képszerkesztés világa. Szeretnéd egy kicsit jobbá, egy kicsit érdekesebbé tenni a fényképeidet, vagy talán elrontani az én segítségemmel. Mondjuk az is lehet, hogy csak eltévedtél és úgy kerültél ide, de ne szaladj el, itt vagyunk a Photoshopba, és megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a fényképet egy kicsit színesebbé tenni, vagy egy kicsit olyan kellenesebbé. Tehát, hogy hogy lesz ebből a képből egy ilyen fénykép, Úgyhogy ha érdekel, hogy hogy lesz ebből ez, akkor a következő néhány percben tarts velem. Jól látszik, hogy mi itt a probléma, sötét a képünk, ráadásul tele van ilyen koszfoltokkal, ilyen szenzorkoszfoltokkal, majd ezeket is eltávolítjuk, de először is világosítsunk rajta. Azt találtam ki, hogy világosítsunk külön-külön, tehát külön a lófejen, külön a háttéren, így szépen akár a színeit, akár a kontrasztját mind a kettőnek külön-külön állíthatjuk. Nem beszélve a világosságáról. Úgyhogy először is próbáljuk kijelölni a lófejet. Ahhoz, hogy pontos legyen a kijelölés, érdemes megnéznünk a Channels mappát is, ahol a színcsatornánként látjuk a képet, és érdemes egy olyat választani, ahol a háttér, illetve a kijelölni kíván terület, ez esetben a lófej, elég élesen elkülönül egymástól kontrasztban, és mondjuk ez a kék csatorna, itt egész fekete a lófej, megpróbáljuk kijelölni a Quick Selection tool és itt egy pluszt állítunk be. Végig rajzolunk itt a lófejen, és ha szerencsénk van, de nincs olyan túl nagy szerencsénk, itt egész szépen elkülönült, de itt a mínuszos eszközzel, majd mindjárt kivesszük ezt a részt, ami, ami viszont problémás maradt. És itt is, és én visszaváltok az RGB-re, és maradunk a minuszos eszközzel, itt kivesszük ezt a területet is. Így van, és ahhoz, hogy egészen pontos legyen a kijelölésünk, legalábbis viszonylag pontos, a Refine Edge-et használjuk, és itt ugye van ez, a, van ez az eszközünk, ez a rajzeszköz, az az ecset, amivel így a széleket végig húzva egy kicsit pontosít a kijelölésen, legalábbis próbálkozik a szoftver. Itt a nyaknál a lószőrt is kicsit kiemeljük, ez elég problémás terület volt, ha jól láttam. Itt is. Ahol elég egyenesen jelölt ki, ott valószínűleg pontos volt, és nem volt sok gondja. Ahol viszont cakkosan, ott nem túl sikeres volt a Módszer, hát nézzük meg, hogy mit adott. Nagyjából ez a kijelölésünk. Igazából ez nem is olyan nagy probléma, hogy, hogy itt nem is lett annyira pontos. Szerintem, de majd később meglátjuk. Ez egyébként meg lehet ezen alakítani. Oké, nézzük meg a lófejet. Legalábbis a világosítását. Itt most a Levels parancsot választom, és itt látszik a histogramon, hogy nem túl sok világosunk van, tehát nem túl sok fehér és ahhoz közeli tónus tartományunk van. Itt a fehéreket egy kicsit emeljük. Közben persze azt mondjuk neki, hogy csak a lófejre koncentráljon ez ügyben. Egyelőre ennél maradunk picit még kontrasztosítunk, úgyhogy növeljük a feketéknek az arányát, maradjunk ennyiben, és ugyanezt megcsináljuk a hátsó rétegen is, de a két réteg az külön-külön állítható, tehát a háttér az teljesen külön álló. Úgyhogy itt is világosítok, amire egyelőre így, sőt, mondjuk a háttéren egy gradient réteget is betehetünk, és mondjuk egy overlay móddal, összhatás móddal, aminek nem kell azért ennyire durvának lennie, de és tovább állítunk a világosságán. Most már egyre jobban kijönnek ezek a koszfoltok, úgyhogy mindjárt el is távolítjuk. Oké, okay. itt fönt a Spot Healing Brush eszközzel, nagyjából ez az ecsetméret meg is felel, de közben persze a Background layer kattintunk, vagyis rétegünkre kattintunk, és azon elkezdünk így festegetni, és a környező pixelekből a szoftver szépen kitalálja, hogy mivel kell ezt a részt kitöltenie. Ezzel nem lesz nagy gond. Itt is maradt egy kicsi. Így van. Szerintem a lófejem még egy kicsit világosítunk, és nézzünk valami mást, Mondjuk nézzük ezt a color Lookup-ot, itt érdekes színhatásokat válogathatunk ki. Így a lófej a ciános hatása helyett kicsit ilyen vörösesebb, Nekem ez így tetszik. És mondjuk a a háttér rétegnél megnézzük, hogy milyen az, amikor kontrasztot emelünk. Ez már túl sok. Oké. És akkor, ha nagyon szeretnénk, jemelhetjük még a lószemet, például itt a Dodge túlal. Választjuk a midtones, vagyis a középtónusokat, és egy sokkal kisebb ecsetet, mondjuk egy ekkorát. Teljesen kilagyítjuk a képet, amennyire csak lehet, illetve nem amennyire csak lehet, de 100%-ra célszerű. Kicsit zajos, nem is kicsit, és elmosódott, de azért próbálkozzunk egy lószemvilágosítással. A midtonesnál az ecset erőssége legyen egy alacsony érték, tehát 10-15 környékén. és többször, ha átszaladunk a lószemen, akkor látszik is a hatása. Csillogóbb, kifejezőbb lesz a szem. Ugyanígy a burn túllal a shadows területet választjuk, és itt is egy viszonylag alacsony értéket, és így a sötéteket tudjuk egy kicsit visszaállítani. És a sötétek és a világosítás aránya és kontrasztja az egy csillogó ló tekintetet ad nekünk, ami lehet, hogy így most már egy kicsit sok, én egy kicsit visszavenném, ez a utolsó, ez nem is kellett volna. Visszább lépünk itt a historin az előző lépésekhez. Így. Így sokkal jobb. És ugye, ahogy látom, a lófejnél nem jön ki annyira a képnek a zajossága, tehát nem annyira szembetűnő, de az égnél azért nagyon. De mivel különálló nekünk a hátterünk, ezért semmi probléma, teljesen külön szűrhetjük rajta a zajt. Mégpedig mondjuk úgy, hogy egyszerűen egy Surface Blur-rel elmossuk. Persze nem ennyire, Oké. Okay. De mivel nem akarom, hogy ez a zajszűrés, ez igen itt a fűvön is érvényesüljön, ezért ide teszem a History ikont. Ezt a lépést szeretném majd visszaállítani, majd. Viszont egyel hátrébb lépünk. És csak azokon a területeken, persze a background layer vagyunk, csak azokon a területeken használjuk a History brush ahol szeretnénk az elmosást. Ha jól látom, itt az opacity nagyon alacsony, tehát itt legyen ez normál mód, az átlátszóság pedig 100, és már is működik a dolog. A lóval nem kell sokat foglalkoznunk, arra nem lesz hatással az elmosás, úgyhogy nyugodtan belelóghatunk itt a lófejbe egy kicsit. Viszont az égnek azon területeire, amiket így megfestünk, és itt nem is olyan fontos, hogy éles legyen az összes felhő, tehát azokon a területeken bizony hatása lesz ennek az életlenítésnek és egyben zaj eltüntetésnek. Így a fűvön és a hátsó fákon már nincs is semmi. Probléma. És ez a végső képünk. Azt hiszem, hogy elkészültünk. Aki megnézett, köszönöm neki a figyelmet.